Sziasztok srácok, én Dávid vagyok, és a sorozatot folytatva ma matchboxokat fogok bemutatni, vagyis kisméretű autókat, de a Jurassic World 2-ből. Szóval a Jurassic World 2 sorozathoz kiadtak Matchbox autókat is, ezeket fogom most nektek bemutatni. Kezdem is például ezzel a Jeep-vel, ami egy nagyon praktikus terepjáró, hiszen a sziget és ráadásul páncélozottnak és kicsit ilyen harci autónak tűnik, ami dinoszauruszok között azért nem elhanyagolható és nem utolsó szempont. Aztán itt van egy másik, nem páncélozott, hanem simán csak terepjárónak titulálható autó, amiben én azt gondolom, hogy egészen egyszerűen a szigetet járták, és nem feltétlenül a katonaság használta, hiszen láthatóan könnyű szerkezete van. Ó, viszont itt van egy újabb katonai jármű, határeset, mert katonainak tűnik, viszont nem páncélozott, de jajaj, na hogy fogom kibontani. Na, ez egy ollót kell segítségül hívni. Ígyni. Jaj, de macerás. Ez a jármű a dinoszauruszok befogása után kellett, ugyanis ezen tudták lekötözni azokat az állatokat, amiket befogtak, és ezen tudták elszállítani őket. Ó, és akkor itt van az egyik legjellegzetesebb új eszköz, ami egy tenger alatt járó gömb, amivel majd tenger alatti túrákat fognak tenni, és hát ezek szerint valamit el lehet vágni, és valamit meg lehet fogni, úgyhogy valamit a víz alól össze akarnak szedni. Itt van egy másik terepszínű katonai jármű, egy Jeep, valószínűleg ez is harci autó. Ígyni. Felépítését tekintve egyébként nagyon hasonló az elsőhöz, igazából én azt veszem észre, hogy csak a színében térnek el egymástól. Igen, ez így van. És akkor itt van egy másik terepjáró, ami szintén a turistáknak lett kitalálva, és a szigeten valószínűleg ezzel közlekedtek, mert kifejezetten praktikus volt. Ez úgy tűnik nekem, hogy csak 4 személyes, ez pedig egészen egyszerűen 6 személyesnek tűnik. Úgyhogy én most ide szépen rendezem őket. Ezeknél a matchboxoknál egyiknek sem nyitható ki az ajtaja, tehát ezek zárt szerkezetű, fémszerkezetű autók. Érdekes, hogy ezen a festék egy fokkal hidegebb, mint ezen a fényes borításon. A króm festéket tök jól rávitték erre a két Jeepre is, amivel a parkban a vendégeket utaztatták, és itt ugye a műanyagból készült, bár ez a része fém, ez a része viszont műanyag, szépen kidolgozott, mert látszik itt is, hogy egyébként láncokat raktak rá, meg hopp, ott van például egy dinoszaurusz karonás, ez kifejezetten jó ötlet a műanyagban, tehát hogy ezen már szállítottak dinoszauruszt és állatot. Itt pedig nem lehet szétszedni, bár szerintem ez alkalmas például a kádban arra, hogy játszanak vele, de itt mintha szét lehetne szedni, vagy nem, csak nekem tűnik úgy, hogy nem, csak úgy tűnt, mintha szét lehetne szedni. Na hát, aki az autók nagy rajongója, az a leírásban megtalálja, hogy ezeket a játékokat honnan lehet beszerezni. Ők mind jelen lesznek a Jurassic World 2-ben. Hamarosan újabb dinoszauruszos videókkal jelentkezem. Ha nem tettétek volna még meg, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, nyomjátok be a csengettyűcske vagy harangocska gombocskát, kövessetek be Instagramon, és lájkoljatok Facebookon. Sziasztok!
Hamarosan új videókkal jelentkezem dinoszaurusz témában, úgyhogy itt jobbra-balra, körülöttem, mellettem kattintsatok és nézzetek meg más játékokat, vagy dinós tematikájú játékokat. Sziasztok srácok! Nagyon sokan vártátok már, úgyhogy most jöjjön a Jurassic World 2 fő gonosz dinoszaurusza, az Indoraptor.